Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyvösszefoglalónk negyedik részeként az objektíveket fogjuk megnézni picit alaposabban. Csapjunk is bele! Az objektívek a látószögükbe eső fényt összegyűjtik, majd az optikai tengelyükre merőleges érzékeny anyagra, legyen ez ugye film vagy érzékelőlapka, erre vetítik. Egy másik megfogalmazásban ugye összegyűjti az objektív a fénysugarakat, és ezeket egy kicsi képé fókuszálja a kameraszenzoron vagy a film felületen. Egyfajta felosztás szerint három kategóriáját különíthetjük el. Van az úgynevezett Sign Style, ugye filmkamerákra és felső kategóriás digitális mozis kamerákhoz készült. Ugye ezek gyakran kifejezetten drágák. A második kategória a videóobjektívek. Ezek vagy cserélhetők, vagy beépítettek, lehetnek professzionális szintűek, vagy felhasználói videókamerákhoz is készülnek. Harmadik kategória a cserélhető, ugye ezt használják fotósok is. Ugye ebben a kategóriában elég hatalmas a választék, így megfizethető kategóriát is találhatunk. Ugye a zoom objektívek alapvetően a fotózáshoz szükségesek, de videózás esetén is használják őket. Ugye jellemzően nem parafokálisak, vagyis ha a gyújtótávolságot változtatjuk, akkor újra kell az élességet állítani. Persze Sign-Style zoomobik, mint felső kategóriás videózumok, és a beépített obik akár olcsóbb kamerákon is parafokálisak, tehát megtartják a gyújtó távolságot a teljes zoom spektrumon. Léteznek az úgynevezett prime objektívek, ugye ezek fix gyújtó távolságúak, például 25 vagy 50 mm. Ugye az objektív, vagy angolul a lens, valamint a fókusz sík közötti távolságot gyújtó távolságnak nevezzük máshogy megfogalmazva a gyújtótávolság, vagy angolul focal length, annak a pontnak a távolságát jelöli, ugye az objektívtől, ahova tehát ugye az objektív a párhuzamosan belső fénysugarakat összegyűjti. A gyújtó távolságot milliméterben szokás kifejezni. Ha egy egyszerű objektívet végtelen távolságú fényforrásra irányítunk, legyen mondjuk például ez egy csillag, akkor az objektív a bejövő párhuzamos sugarakat az az mögötti pontra fókuszálja, amely tehát egyenlő még egyszer a lencse vagy az objektív gyújtó távolságával. Ugye lényeges, hogy a digitális esetében, tehát a digitális kamerák esetében ezen a fókusz síkon van elhelyezve a szenzor. Filmkamerákban pedig a film. Ugye a B ábra esetében, ha veszünk egy alanyt, mondjuk ezt az esernyőt, akkor ennek az esernyőnek bármely pontjáról érkező fénysugarak ugye beérkeznek az objektívbe, majd újra egy pontba konvergálnak. Ugye ez a jel, ez utal a szenzor helyére, amelyet a különböző kamerákon, fényképező gépeken is feltüntetnek. Picit beszéljünk a látószög és a gyújtó távolság viszonyáról. Hogyha úgynevezett dolly típusú mozgással közelítünk például egy ember felé, de megtartva a látószöget, tehát a gyújtótávolságot nem változtatjuk, tehát mondjuk használunk egy fix objektívet, mondjuk, akkor ahogy közeledünk az emberhez, úgy az nagyobbnak tűnik. Ugye erre a példa, ez a két kép. Ugye tehát itt egy Dolly mozgás segítségével, egy fix gyújtótávolsággal közeledtünk ehhez az alanyhoz. Ugye összehasonlítva a kettőt hogyha mondjuk zoomolunk, ugye ez van a másik ábrán, tehát ergo változik a gyújtótávolság, tehát egy nagyobb vagy jóval nagyobb gyújtótávolságot alkalmazunk, akkor nem csak az illető, hanem a háttér is nagyobb lesz. Ugye ez jól látszik az alsó ábrán. Viszont ugye az első példa esetében, ha dolly mozgást csinálunk, tehát úgy közelítünk fix gyújtótávolsággal, tehát még egyszer az illető felé, akkor a háttér nem változik. Nem változik, de az illető ugyanúgy nagyobb lesz. Tehát duplázott gyújtótávolsággal minden, ami a képen van, az duplázódik. Ugye a háttér objektumok relatív mérete, hogyha közelítünk ilyen vagy olyan módon, akkor eltérő módon változik. Ugye egy nagy látószögű objektívvel, hogyha közel megyünk, de tartjuk tehát a gyújtótávolságot, akkor az lényegében felnagyítja a távolságot, tehát itt alanyunk és a háttér között. Ez ugye nagyon jól látszik ezen a zábrán. Még mondjuk egy teleobjektív esetében, vagy adott esetben egy zoomos objektívet teleobjektív állásban használva, pedig jól láthatóan tömöríti a teret. Tömöríti a teret, tehát olybá tűnik, hogy mintha jóval közelebb lenne a háttér az alanyunkhoz. Tehát lényegében a perspektívát ezzel a két paraméterrel tudjuk beállítani. Ugye ezen a felvételen lényegében egy gimbal segítségével, tehát egy stabilizátor segítségével szimuláljuk, hogy hogyan is mutat egy dolly in, dolly out. Ugye nem precíz a kifejezés, hiszen ahogy mondtam, tehát gimbalt használtunk, és nem egy sines rendszere haladtunk előre vagy hátra. De ugye itt ezen felvétel gyakorlati szempontja, tehát amit gyakorlatban meg akarunk mutatni, hogy hogyan is változik a perspektíva. Tehát közeledés, távolodás esetén. A közeledés, távolodás, ugye ahogy beszéltünk a könyvi példákon keresztül már, nem csak ezzel a dolly vagy dollyt utánzó mozgással érhető el, hanem zoomolással is. Ugye a zoomolásos példa esetén szembetűnő, hogy felvételünk, Tömörítettebb. Ugye abban az értelemben tömörítettebb, hogy gyakorlatilag, hogyha megnézzük, alanyunk mögött levő táj az jóval közelebbnek tűnik, mint abban az esetben, amikor dollival egy kisebb gyújtótávolságon, de közelebb mentünk. Beszéljünk picit a lens speedről, vagy magyarul fényerő, valamint az objektív típusokról. Ugye a fényerő, ami megmutatja, hogy mennyi fényt enged át az objektív. Nagyobb fényerejű, tehát értelemszerűen többet, így lehetőséget nyújt sötétben való filmezésre is. Ugye ez egyúttal kisebb, tehát szűkebb élességet biztosít. Ugye megjegyzendő, hogy sok zoom optika esetében ez a fényerő változhat. Tehát például még nagylátószög állás esetén, mondjuk f-értéke 4, addig mondjuk 200 mm-en már 6,3. Ezt másként úgy szokás megfogalmazni, hogy ha a gyújtó távolságot emeljük, ergo tehát rázumolunk, akkor egy vagy akár több rekeszsel, ugye erre utal a érték, kevésbé fényerős lesz az objektívünk. Na most, milyen objektív típusok vannak? Egy bizonyos felosztás szerint beszélhetünk nagylátószög és teleobjektívekről. Ugye a nagy látószög alapvetően, aminek a gyújtó távolsága kisebb, mint a normál látószögé. A teleobjektív, amelynek gyújtó távolsága nagyobb, mint a normál obiké. Ezen az ábrán különböző gyújtó távolság értékeket láthatunk. Ugye a nagy egészen egy határozottan teléig. Na most, hogyha a szemünkkel körülnéznénk onnan, ahonnan a felvétel készült, akkor gyakorlatilag ehhez az 55 mm-es képhez hasonlód Látnánk. Ugye, tehát még egyszer, ami ez alatt van, ugye, ahogy beszéltünk erről, azokat nagy nagylátószögűeknek hívjuk, ami e fölött, azokat pedig telének. Persze gyakorlatban bizonyos százalék fölött beszélünk arról. Tehát 35 mm-t még gyakorlatban annyira nem nagy nagylátószögűnek szokás hívni, még tehát a szóban forgó szenzor méreten sem. De mondjuk egy 18mm-t, tehát ugyanezen a szenzorméreten már határozottan nagylátószögűnek tekintünk. Így van ez a teleobjektívek esetén is. Tehát mondjuk egy 135mm-től felfele már bőven tekinthető telének az objektív. Most gyakorlati példán keresztül nézzük meg a különböző gyújtótávolságokat, hogy hogyan működnek. Ugye alapvetően totál felvételekből indulunk ki. Nézzük meg, hogy fest egy totál, 15 mm 30 mm-en, 50 mm-en, 70 mm-en, 100 mm-en, 135 mm-en, és végül 200 mm-en. Most tesztalanyunkon nézzük meg, hogy a különböző gyújtótávolságokon hogy mutat egy emberi arc induljunk 15 mm-től, ugye jól láthatóan azért kicsit torsz képet kapunk, 30 mm, 50 mm, ugye ez gyakorlatilag az, amit a szemünkkel is látunk, ugye azért az, mert a felvételt készítő gép esetében egy 35 mm-es, vagyis full frame szenzor található. És ugye a full frame -es esetén, ahogy ezt elmondtuk, lényegében az 50 mm-esnek megfelelő, számít a normálisnak, ugye a normális pedig az, amit mi a szemünkkel is látnánk. Most nézzük 70 mm-en, ugye haladunk a tele irányába, 135 mm, ugye itt már elkezdi lapítani az arcot határozottan, és ez a lapítottság nagyon jól látszik, végül tehát 200 mm-en. Na most, ha például egy versenyt filmezünk teleobjektívvel, akkor ugye a versenyzők egymáshoz közelebbnek tűnnek. Ugye beszéltünk róla a korábban, hogy a tele az gyakorlatilag szűkíti a teret. Emellett ugye érzetre úgy is tűnhetne, mintha a versenyzők alig haladnának. Ugye a nagy nagylátószög esetén viszont az elő és a háttér között a távolság nagyobbnak tűnik, így a kamerától távoli objektumok túl kicsinek tűnnek. Ugye ezt szokás perspektívikus torzításnak is nevezni. Ugye a nagy látószög mindazonáltal kihangsúlyozza például a magasságot, ugye gondoljunk csak a grandiózus hegyfotókra, de egy ember, mondjuk alsógépállásból filmezve, szintén nagyobbnak látunk. Mind a mellett a nagy látószög a gyorsított tab mozgás illúzióját kelti. Főleg, ha mondjuk egy mozgó járműnek a haladási irányába filmezünk. Ugye ez jól látható ezen az autóból készített két felvételen. Az egyik 24, ugye ez inkább nagy látószög, míg a másik 70 mm-en készült. Ugye bár a sebességet tartottuk, de jól látható, hogy a 24 mm-es esetén jóval gyorsabb érzetünk van. Tehát újbá tűnik, mintha gyorsabban haladnánk, mint a 70 mm-es gyújtótávolságon elkészített felvétel esetén. Na most nagyon fontos ez a kép, Ugye a két portré közötti különbség, hogy az első egy nagylátószögű objektívvel készült, ugye főleg itt az oránál látszik a torzítás, tehát ez a homlokára is igaz, még ugye a jobboldali telével készült, ugye lapítja az arcot, gyakorlatilag picit túl széles fejet kapunk. Ugye a különböző arcszerkezetek esetén mind a nagylátószögűnek, mind a telének megvan a szerepe. Most beszéljünk picit a gyújtótávolság és a szenzor méret kapcsolatáról. Ugye azt mondhatjuk, hogy egy kisebb méretű szenzor esetén szélesebb látószögű obival érhetünk el ugyanolyan látószöget, mint egy nagyobb szenzoron. Tehát, hogyha megnézzük ezt az ábrát, akkor ugye a nagyobb keret az értelemszerűen a nagyobb szenzorral készült, ugye ez az ábra, tehát látjuk, hogy ez egy nagyobb látószög, mint a másik esetében, ami gyakorlatilag egy ilyen rázumoltság érzetét kelti, ami tehát egy kisebb szenzorral készült. Kisebb szenzorral, de mind a kettő ugyanolyan nyújtó távolságon. Lényegében a másik ábra is ugyanezt mutatja be. Tehát kicsikét a kisebb szenzor olyan, mintha a kivágata lenne a nagyobbnak. Ugye az úgynevezett crop factor, ami számszerűsíti, hogy a kettő között, tehát egy nagyobb és egy kisebb szenzor között milyen különbség van. Ugye, hogyha veszünk egy full frame szenzort, mondjuk legyen ez a nagyobb keret, a példakedvér, és egy másik APS-C szenzort, legyen ez a kisebb keret, akkor a kettő között 0,6-szoros a crop faktor értéke. Ugye azt még nem mondtuk, de fontos, hogy mind a filmes, tehát mind a filmek esetén, és mind a digitális, tehát a digitális szenzorok esetére is igaz ez. Tehát, hogy egy példát mondjunk, ha egy APS-C, tehát kisebb méretű szenzoron 35 mm-es objektívet használunk, az olyan, mintha egy full frame gépen 50 mm-es objektívet használnánk. Hiszen ugye, hogyha megszorozzuk ezzel az értékkel, akkor megkapjuk, tehát, hogyha az 50-et a 06-tal, akkor 35 körüli értéket kapunk. Tehát még egyszer, ha van két gépünk, az egyik full frame a másik egy kisebb, tehát mondjuk APS-C szenzorral rendelkezik, akkor az APS-C szenzoron 35 mm-es objektívet kell használnunk, hogy ugyanazt a képet kapjuk, mint egy full frame amin viszont 50 mm-est használunk. Most hasonlítsuk össze, hogy két különböző szenzorméreten milyen képet kapunk. Ugye a full frame esetén 24 mm re állítottuk be a rendszert, és szintén 24 mm, de APS-C szenzoron. Ugye a kettő között 0,6-szoros crop faktor van. Nagyon érdekes a következő ábra. Hogyan változik a perspektíva a különböző szenzor méretek szerint? Ugye full frame a legnagyobb, ennél kisebb a Super 35-ös, még kisebb a Super 16-os méret. Na most nézzük először a kép egyik felét. Ugye mi itt a lényeg? Mindegyik 90 mm-es gyújtótávolsággal készült. Na most ahhoz, hogy az előtérben levő hölgy ugyanakkora legyen, ehhez a távolságot kellett változtatni. Tehát, hogy milyen távol vagyunk a fotóalanyoktól. Ugye látszik, hogy a Super 16-os esetén jóval tömörítettebb eredményt kapunk hiszen ahhoz, hogy ugyanazt kapjuk, jóval távolabb kellett állnunk a Super 16-os esetén, mint a full frame esetén. Távolabb, hiszen egyező gyújtótávolság objektívet használtunk. Ugye a másik példa esetében fix 5 lábra voltunk az alanyoktól, egész konkrétan a fókuszban levő, előtérben lévő hölgytől, de hogy fenntartsuk ugyanazt mind a három esetében, úgy csökkentenünk kellett a gyújtó távolságot. Hiszen ugye megbeszéltük, hogy egy full eshez képest, egy mondjuk egy jóval kisebb Super 16-os formátum, az alapból ugyanazon a gyújtótávolságon távolságon olyan, mintha rázumoltunk volna. Tehát, nagyon egyszerűen megfogalmazva, kicsit ki kellett zumolnunk, persze nyilván a crop faktornak megfelelően, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk beszéltünk már a fényerőről. Ugye nagyon fontos tulajdonság, és ehhez kötődően kulcsfogalom az F-érték. Ugye egy objektív maximális fénygyűjtő képességét az F-érték fejezi ki. Na most ez egy matematikai arányszám. Matematikai arányszám a gyújtótávolság és az objektív átmérő között. Egész konkrétan gyújtótávolság per objektív átmérő. Tehát az f-érték a fény átengedő képességét reprezentálja egy objektívnak. Tehát ahogy nő ez az átmérő, ugye a három példa esetén, az f2.8 esetében a legnagyobb, úgy nagyobb mennyiségű fényt enged át, nagyobb mennyiségű fényt enged át, ugyanakkor kisebb mélységélességet kapunk. Tehát gyakorlati példával élve jobban elmosott a háttér. Ugye az f-értékek hagyományosan 1, egy négy. 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22 és 32 lehetnek. Ugye egy rekeszni ugrás, tehát egy rekeszni változás az ugye duplázza vagy felezi az átengedett fényt. Ugye minél nagyobb az F-érték, tehát még egyszer, annál kisebb az átengedett fénymennyiség. Kisebb az átengedett fénymennyiség, hiszen egy szűkebb nyílást kapunk, szűkebb nyilást biztosítunk az objektív esetén, ugyanakkor a magasabb f -érték nagyobb mélységélességgel jár. Na most az f -érték, ugye megbeszéltük, hogy egy geometriai adat. Ugye nem veszi figyelembe, hogy egy objektíven belül mennyi fény veszik el, hiszen minden levegő üveg felület esetén, tehát az objektíven belül, valamennyi fény visszaverődik ugye egy több lencsetagból álló zoom objektív minden esetben problémásabb, mint mondjuk egy prime lens, egy prime objektív, ami mondjuk például 25 mm. Hiszen egy zoom objektív akár 15 lencselemmel is rendelkezhet. Na most az úgynevezett térték, ami számba veszi ezeket a veszteségeket. Ugye ebből kifolyólag, mivel számba veszi a veszteségeket, a T-érték az mindig egy magasabb érték, mint az F-érték. Ezen a gyakorlati példán azt szeretnénk bemutatni, hogy az F érték változtatása hogyan hat a mélységélességre. Legelőször az F 3,5-ös, tehát viszonylag tág blende állást alkalmazzuk. Ugye ehhez beállítottuk, hogy kb-ra helyes legyen az expozíció az egyéb értékeket, tehát hozzárendeltük most egész konkrétan az izót, Ugye itt most épp annyit, tehát még egyszer, hogy helyes legyen az expozíció, és ugye jól látszik, hogy még a szeme mondjuk, és ezt ugye demonstrálja a kékkel kijelölt pík rész, hogy míg a szeme tehát éles, addig viszonylag, tehát ugye mondtuk, hogy szűk a mélységélesség, gyakorlatilag a tigrisnek a hátsó része már bőven nincs fókuszban. A következő F-állásunk 7.1. Ugye itt már jelentősen kellett növelnünk az izót, ahhoz, hogy szintén helyes expozíció értéket kapjunk. Ugye itt már látszik, hogy nem annyira homályos a tigris hátsó része, de mondhatjuk, hogy kb a feje fókuszban van. Bár nem tökéletes, de már is egy mélyebb mélységélességet kapunk, tehát egy nagyobb mélységélességet magyarán. Ugye tovább emeltük az F-értéket. Most már F13-nál járunk, és egész magas, izó 6400-as értéken. Ugye itt már bőven élesnek mondható az arcrész, és gyakorlatilag egyre élesebben látszik a tigris hátsó fele is. De mint az látszik, hogy ilyen közeli felvétel esetén már viszonylag szűk a mélységélesség. Még ezen a magas, F13-as érték esetén is. Ugye már ezen a példán keresztül megérthetjük, hogy például a makrofotózásban milyen kínos dolog tud lenni a mélységélesség. Ugye legvégül egészen F22-ig jutottunk el. Ugye szembetűnő, hogy már 20 ezres izóértéket használtunk, és ezen magas izóérték esetén ugye rámutat arra, hogy mennyire szemcsés már a felvételünk. Ahogy majd a későbbiekben szó lesz róla, magasabb f-értéken, nagyobb a diffrakció. Most beszéljünk a mélységélességről. Ugye a világunk érzékszerveink szerint legalábbis 3D-s, míg ugye a legtöbb film az 2 d De hogyan közvetíthet mélységet és fizikai térérzetet a vászony vagy a képernyő? Na most, ha a kompozíciónkban egy objektumot szemből rögítünk meg, akkor könnyen hathat alkotásunk laposnak. Ugye gondoljunk csak egy épületről teljesen frontálisan videózva, vagy fotózva, vagy egy szögből bezárva. Na most egy zóna, amit mélységélességnek hívunk, egy a kamerától számított közeli és távoli távolság közötti részt jelöli, amely között az objektumok elfogadhatóan élesek. Ha valami Alany, vagy maga az egész jelenet, tehát fókuszban van, akkor az a videón vagy filmen pontként jelenik meg. Amennyiben körként jelenik meg, nem pontként, akkor nincs a fókuszban. Ugye érdekes, hogy a fókuszhibák magasabb felbontások esetén kevésbé tolerálhatóak. Ugye egy kisebb felbontás összességében lágyabb érzet, így ezek a különböző fókuszhibák kevésbé feltűnőek. Ugye megnézzük ezt a két képet, akkor a fókusz alapvetően a két kislányon van. De ugye mi a különbség a kettő között? Még a felső kép egy magasabb f-értékkel készült, magasabb f-értékkel, így nagyobb mélységélességgel, addig az alsó kép kisebb mélységélességgel készült, így gyakorlatilag csak a két kislány van az élességben. Ugye ennek természetesen művészi oka is lehet, hiszen ha kimondottan ide akarjuk terelni a figyelmet, hiszen a szemünk alapvetően az éles részekre uglik, az éles mellett a fényesre, mondjuk ezerre a fehér pulóverre különösen igaz, akkor működhet a dolog. A harmadik kép jól szimbolizálja, hogy ugye ami fókuszban van, ott pontonként jelenik meg, ugye ez természetesen az egész fókuszban levő alanyra igaz, jelenik meg tehát a videón vagy a filmen, és körönként, ugye ez jól látszik itt a közlekedés, illetve a város fényein, ami nincs fókuszban. Ezeket a kis fénykófettiket egyébként bukénak is hívják. A mélységélesség esetén fontos fogalom a hiperfokális távolság. Ugye a hiperfokális távolság beállítása esetén, tehát a mélységélesség közeli határa, a hiperfokális távolság fele, távoli határa pedig a végtelen. Ugye ennek a fogalomnak a gyakorlati alkalmazása akkor kerülhet szerepbe, ha például a fókuszálás megoldása valami miatt problémás. Ugye általános szabály, hogy a mélységélesség nagyjából kétszer olyan távolra esik a fókuszált alanyhoz képest, mint ami előtte van. Beszéljünk picit a bajonetre kötött objektív kiegészítőkről. Ugye ilyen például ez az extender, tehát ez egy kétszerező, egy úgynevezett telekonverter. Ez a kétszerező egy 12-120 mm-es obit 24-240-esre terjeszt ki. Ugye persze annak árán, hogy az eredetileg F22 mondjuk F44-re csökken. Tehát jelentőset veszt a fényerőből. Mindazonáltal a lencse hibák erőteljesen felelősödhetnek. Na most létezik a konverter esetén 0,8-szoros konverter, előtétlencse, ugye az előző példával élve, ez 9,6, 96 mm-re csökkenti a gyújtótávolságot. És érdekes módon az előtétlencse ezen változatában a fényerőből nem történik veszteség. Tehát nem vesztünk a fényerőből. Ugye a fontos típus az úgynevezett anamorfikus objektívek. Ugye ezek az obik szélesebb képarány felvételt biztosítanak, mint amilyen a felvételhez használt formátum. Ugye úgy történik, hogy optikailag összenyomják a képet horizontálisan, tehát egy szűkebb képkockára, később pedig széthúzzák vissza a teljes szélességre. Ha bár drágák, nehezek, olykor kevésbé élesek, több fényt igényelnek, mint mondjuk a szférikus lencsék, de egy tipikus mozis hatás érhető el vele. Most beszéljünk picit az objektív leképzési hibákról. A szférikus aberráció. Ez gömbi hibának is szokás nevezni. Itt lényegében az optikai tengelyel párhuzamos és az objektív különböző magasságú övein, ugye zónáin átmenő fénysugarak az optikai tengely különböző pontjaiban alkotnak képet. Magyarán az optikai tengelytől távolabb áthaladó fénysugarak fókuszpontja eltér a belső fénysugarakétól. Ugye itt a felső autós példán láthatjuk ezt a szférikus aberációt. Tehát jól látszik, hogy még sokkal jobban fókuszban van itt az optikai tenger környékén a jármű. Addig, ha haladunk kifele, már ezen a 30-as feliraton erősen látszik, hogy nem vagyunk éppen teljesen a fókuszban. A következő típus a kromatikus aberráció. Ugye itt a leképzett képnek színes szegélye van, ugye bár a tárgynak a valóságban nincs. Ugye ezt láthatjuk például ezen az ajtós példán. Ugye egy fehér szegélyű ajtó, de itt lilás kékes, tehát kromatikus aberrációt tapasztalunk. Ugye ennek a jelenségnek az oka, hogy a lencsék, akárcsak a prizmák másképp törik meg a különböző hullámhosszúságú fénysugarakat. Magyarabbul megfogalmazva nem pontszerű leképzés. Ugye oka, hogy az optikai tengelytől viszonylag távol eső tárgypontból kiinduló fénysugarak közül a lencsén való áthaladás után a vízszintes síkba haladók nem azonos pontban egyesülnek, mint a függőleges síkba haladók. A kóma vagy üstökös hiba, mely során a főtengelytől távoli pontból nagyon ferdén és nagy nyilásszögben érkező fénysugarak az ernyőn pontszerű kép helyett üstökös csóvához hasonlító fényfoltot alkotnak. A kóma oka az, hogy a tárgybontból kiinduló sugarak a lencsén különböző mértékű eltérítést szenvednek. Na most az utóbbi kettőnél könnyebben megfogható a képernyő elhajlás jelensége. Más néven képmező elhajlás, disztorzió. Ugye ennek során a lencse optikai tengelyére merőleges, nagy kiterjedésű sík tárgy leképzése során a fénysugarak útja meghajlik, az objektíven belül a tárgyról keletkező képpontok ezáltal nem egy síkban, hanem általában görbe felületen keletkeznek. Ugye ekkor két jellegzetes forma jelenik meg. Az úgynevezett hordó, ugye látjuk ezen az ábrán itt alul, és a párna alakú torzítás. Ugye főleg itt a sarkaknál lehet jól látni, hogy az épület elkezd határozottan egy párna alakra hasonlítani. Már ezen az ábrán, amit az előbb mutattam, picit kevésbé látszik, de mégis gyakorlatilag egy kikerekítettebb épület jelenik meg. És ezen kikerekítettsége miatt hívják hordó típusú aberrációnak. A képernyő hajlás leszámítva a különböző leképzési hibák a teljesen tág blende esetén a legszembetűnőbbek. Ugye pár rekeszel lejjebb, vagyis magasabb f -érték esetén az iris blokkolja az obi külső szélénél megtörő fénysugarakat. Nem meglepő tehát, hogy hagyományosan egy objektív két-három rekeszel lejjebb rajzol a legszebben. Ugye két-három rekeszel a legtágabb értékhez képest. Tömören még pár leképzési hibáról a vignettálás. Ugye ez egy optikai jelenség, amely során kevesebb fény éri el a kép sarkát, mint a kép közepét. Ugye ezt a hibát láthatjuk ezen a felső képen. Ugye érdekességként megjegyezzük, hogy például ilyen, ehhez hasonló hatás egy rosszul felhelyezett, úgynevezett medbox esetén is elérhető. Az elérhetőt persze a szónak a rossz értelmébe értjük. Kiemelendő még a diffrakció, Ugye, ha a fény egy szűk lukon megy keresztül, és a sarkak körül megtörik, szóródik, tehát veszt a kép az élességéből. Ugye az obik számos üvegalkatrészt tartalmaznak. Ugye több elem, több visszaverődés az obin belül, amely plusz expozíciót ad úgy, hogy csökkenti a kontrasztot. Ugye ez egész jól látszik, hogy egy f 5 os érték esetén egy fokkal kontrasztosabb és ugyanakkor élesebb képet kapunk, mint mondjuk, tehát ugyanazzal az objektívvel, de egy F22-es értéken. Ugye sematikusan pedig ez az ábra szemlélteti, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Ugye a szembetűnő lehet még az a jelenség, amikor a képen fényforrás jelenik meg. Például egy illető, és mögötte mondjuk a nap. Ugye így gyakorlatilag egy becsillanás jön létre. Ez egyúttal a feketét lágyítja, életleníti az alakot, tehát lényegében kontrasztot csökkent. Most beszéljünk az objektív mountról, vagy magyarul objektív bajonetről. Ugye maga ez az objektív bajonet, ami lehetővé teszi, hogy az obit a kamerához tudjuk csatlakoztatni. A bajonet rendszer tehát egy külső menetes és egy belső menetes rögzítő elemet tartalmaz. Ugye a bajonettek értelemszerűen gyártónként eltérnek, de egy cégen belül is vannak eltérések. Ugye minden objektív bajonett rendelkezik egy konkrét úgynevezett flank focal distance értékkel. Ugye ez az érték, tehát ez a flank focal distance, ugye ez attól a felülettől számítandó, ahol az objektív csatlakozik a fényképezőhez, vagy kamerához, egészen ugye a szenzorig. Szenzorig, vagy pedig filmes kamera esetén ugye a filmemúzióig. Egyes kamerák, mint például a Micro Third Force szenzoroson, vagy Sony E bajonettesen, ugye ez a távolság szűk, 20 mm körüli. Ugye a régebbi standardek esetén ez az érték 52 mm. Ugye az utóbbi, tehát a régi standard hátránya, hogy a szűk értékekre tervezett obik nem használhatók vele. Ellenben, hogyha eleve szűk verzióról beszélünk, akkor egy adapter, egy objektív adapter segítségével megoldható, ha a kamerát ez a hosszabb flank focal distance jellemzi. Most beszélnünk kell még a szűrőkről is. Ugye az ND filter a natural density kifejezésre utal. Ugye ezek szürkés színűek, és az átengedett fény mennyiségét korlátozzák. A szint nem módosítva. Ugye fényes körülmények között lehetőséget adnak a tágabb lendeállásra. Ugye egyes kamerákban az ND filterek beépítettek. Ugye számszerűen 0,1 ND az 1 harmad rekeszértékkel egyenlő. Tehát a 0,3-as 1 egy rekeszértékkel 1 egy stappal egyenlő. Az ilyen ND filterek ugye néhány szenzor és szűrő esetén infravörös fény áteresztődésével kell számolni. Ugye ez gyakorlatilag a feketének expozíciót ad, így az, tehát a fekete eltolódhat barnás tartományba. Tehát gyakorlatilag egy szint szennyeződést tapasztalhatunk. Ugye ez a filter, tehát az IRND, ez ezt küszöböli ki. Az átmenetes filter egy részre ND filter, egy másik része nem. Ugye ezeket például tájképfotózásra, tájképfelvételekre használják. Ugye az ég, ami általában véve gyakorlatilag mindig egy világosabb tartomány, ennek gyakorlatilag csökkenti a fényességét. Na most fontos kategória az úgynevezett polárfilter porálszűrő. Ugye az ND filterekhez hasonlóan a színeket pékén hagyva, a polárfilter tehát a polarizált fényt szűri. Emiatt ugye az ég kékének kiemelésére használják, de mint például az alsó ábrán, ahogy látjuk, a különböző itt tehát üveg, de adott esetben a vízfelületekről való visszatükröződés kiküszöbölésére is. Az UV és az infravörös filterekről. Na most mind a digitális, mind a filmkamerák szenzora a szemünkkel ellentétben érzékeny az UV fényre. A légköri köd nagy mennyiségű UV fényt szór, így a köd vastagabbnak tűnik a távoli tájak esetén. Ugye erre megoldás az UV vagy 1-a égbolt szűrő. Az UV tiszta vagy enyhén sárga színű, még ez az 1-a pedig enyhén rózsaszínű. A diffúziófilterek diffúziós szűrők. Ugye a kemény tónusokat lágyítják, például markáns arcvonásokat, vagy bőr problémákat küszöbölnek ki. De alkalmas lehet álomképek hatásának kertésére is. Az alacsony kontraszt szűrők. Érdekes kategória, lényegében, ahogy a neve is utal rá, kontrasztot redukál. De a határvonalakat viszont nem lágyítja. Tehát a szűrő hatással van az árnyékra úgy, hogy a fényes területeket az árnyékba keni. A színek kevésbé telítettek, és a kép általános megjelenése is lágyabb. Szintén érdekes a ködszűrő. A ködszűrő gyakorlatilag ködöt szimulál, túl kontrasztos jelenteknél szokás alkalmazni. Ugye az ábrán az első esetében nem használunk szűrőt. A második esetén kötszűrő került alkalmazásra, ugye redukálja a kontrasztot és egy érdekes halo-effektet hoz létre. Ugye ez a halo-effekt a fényes felület, ami jól látszik a lámpánál, illetve az arcnak a fényesebb, tehát csúcsfényes részei körül. A harmadik esetben az arc lágyítására használták a szűrőt még a negyedik esetben egy alacsony kontraszt filtert alkalmaztak. Végül, de nem utolsó sorban picit a már említett medboxokról. Ugye a medboxot láthatunk a felső ábrán. Lényegében ezek vágattal rendelkeznek, amelyekbe egy vagy több filtert lehet belehelyezni. És mindezt az egészet egy fémrút szerkezeten helyezik el, ami tehát tartja ezt az egész rendszert, és biztosítja, hogy a kamerához tudjuk szerelni, tehát a kamerához való illesztésére hivatott. Ugye, amiről már korábban szó volt, a lencsehibák, a lencseleképzési hibák esetén, ugye a Madboxnál akkor már utaltunk előre kicsit a Madboxra, hogy hasonlóan az úgynevezett vignettálás hatását ellenőrizni szükséges. Legvégül az úgynevezett behind the lens filterek. Ugye néhány fényképezőgép az obi mögött nyilást biztosít ahhoz, hogy úgynevezett géleket alkalmazzunk. De bizonyos professzionálisabb objektívek esetén azok, tehát az objektívek hátoldalán adaptert biztosítanak ezen gélek felhelyezéséhez. Ebben az előadásban lényegében ezeket szerettük volna veletek megosztani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, tartsatok velünk a legközelebb is, sziasztok!